Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai napi szűrös videónkkal, Bacsász Gréfen Nessuson található, nézzük, mit hozott ma nekünk. Darcy, Heavy, nagyon jó fegyver, mit csak viccelek. Knucklehead Raider elfogadható, Skullfort nem jó, Chrome Tempest, ez se jó, mindegy, a totálja jó, de más nem. False Promises, PvP, fókuszos, úgyhogy jó. Nem, ezt inkább ne. Na ez egy jó fegyver, Submachine Gun, Multikill Clip, Subsistence, Flare megverre rendelkezik, vagy Aloy magazine-nel, Aero Fabric-e stabilitére fókuszál, Recoil Direction-e 100-as. Nagyon jó. Ez nem, mert ez nem jó. Hát ez, hogyha nincs jobb, akkor ezt ki lehet venni. Ha akire kell egy Caster Frame-es régi fegyver, Caster Frame-eseket buffolták, Burn by Blade-el rendelkezik, úgyhogy elfogadható kar, ha nincsen jobb sebzésre vagy takarításra, úgyhogy nézzük szépen akkor az armorokat inkább. Barlokra elmegy. Ezt nem szeretném. Úristen. Na ez egy jó lábas varlocknak, akinek kell, ezt mindenféleképpen szedje ki. Na nézzük akkor a titán armor ügyileg. Na nézzük titánra, mit hozott szűr nekünk. PvP-re jó, ez nem kell. A markot, ez felesleges tézen, mindegyik egyforma. Na ez egy jó fejes mindenhova, csak egy rizálászat kell belerakni, és szépen ennyi volt. Úgyhogy titán varlok tökéletes. Na nézzük a következőt, akkor Hunter armor ügyileg. Na jó. Na jó, valami jobbat. Ez ugye az a kettő. Na jó, hagyjuk inkább. Akkor a Half Moon Moving Target-e, hogyha most jelenleg ennyi lenne a videónk szűrrel kapcsolatban. Köszönjük, hogy megnéztétek, remélem tetszett, és ha akinek tetszett, továbbra is abban a csatornákra iratkozzon föl, találkozunk egy legközelebbi videóban, sziasztok!